Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Hát a Újpesti Sport, akkor nincs mese, most még egy kicsit a labdarúgással foglalkozunk, hiszen a derbit felvezettük egy héttel ezelőtt, most a derbi után vagyunk, és egy ikont hívtam, hogy beszélgessünk, egy újpesti ikont hívtam, labdarúgó ikont. Beszélgessünk erről a csapatról, erről az újpesti fociról, akár a derbiről és a jövőről. Sarlós Andrást köszöntöm a stúdióban. Szia, Bandi! Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nem lesz könnyű neked bármit is mondani, mert gondolom tördöfés az ilyen, amikor a kedvenc csapatod belefut egy akkora pofonba, hogy borzasztó. De nagyon jó, hogy itt vagy. Beszéljünk először inkább arról, hogy mit jelent az, hogy derbi, nektek mit jelentett annak idején, hogy derbi, Újpest-Ferencváros? Szervusz Gábor, üdvözlöm a kedves sportszerető újpesti nézőket. Hát mi még nem derbinek hívtuk, hanem rangadónak, most már ez a modernebb kifejezés. Igen. Dukál ennek a rangadónak. Hát óriási meccsek voltak, főleg a kettős rangadók keretében, amiben nem csak a Fradi volt a nagy ellenfél, hanem a Honvéd meg a Vasas is, az Újpesten kívül. 80 ezer néző a sport a Népstadionban, 90, igen. Olyan is volt, amikor kevesebb volt, akkor is voltak 30-40 ezeren, tehát mindegy, hát ez akkor más világ volt, de mind 38 ilyen kettős meccsen szerepeltem, utána néztem a statisztikámban. Köszönöm szépen. Úgyhogy maradandó élményeim vannak. Nyilván pozitív, több, mint a negatív, de volt mindkettőből. De ez a 38 kettős rangadó, az hát felfogni is szinte képtelenség egy átlag embernek, aki mondjuk soha nem futballozott, de ott kimenni 30-40 ezer néző elé, és akkor tudtuk azt, hogy mi következik. Előtte való héten már csak arról folyt a duma az öltözőben? Hát mindig kiemelt jelentősége volt egy Vasas ellen, Honvéd ellen presztízs. Hát a Fradi az meg mindig volt ilyen rivalizálás, de nem volt harag, meg semmi bántás a két klub között. Nem volt ez a gyűlölködés, meg szidalmazás, az azért nekem nem nagyon tetszik, de hát különös felkészülésekkel próbáltunk a meccsekre ráhangolni. Volt vezérülő bent az öltözőben, szóvívő, aki azt mondta, hogy figyeljetek, hajtsatok be, kiveszitek a pénzt a zsebemből címmel. Ez például Görös Titi bácsinak a mondása volt, igen, ha jól emlékszem. Bele csak a tartalékcsapatban játszottam, igen, de igen. Bene Feri utána a későbbiekben Fazekas Laci, tehát ők mindig nagyon eredménycentrikusak voltak, mindig győzni akartak. Nem csak a pénz miatt, mert volt meccspénz a fizetésünk mellett, és azért kiegészítésnek nagyon jó volt. Tehát mindig volt ilyen öltözői vezér, aki a többieket spanolja. Te, Zsala, szólíthatlak így, hiszen, hát mindenki hiszen nem is tudom, már majdnem kimondtam, hogy hány éve ismerjük egymást. Te jó ég! Mi még a központi sportiskolában, kedves nézők, együtt kezdtünk pingpongozni Sarlós Andrással, aztán szerencsémre, vagy az ő szerencséjére? Nem játszottam rosszul, néha meg is vert, úgy emlékszem. Nem. De azért... Nem, volt ott egy hierarchia, Gergely Klampár, volt a Csenki kettő. Igen. Én egyszer a negyedik helyre oda tudtam ilyen tízek bajnokságán, de... Az rendben volt. De jó volt, Magos Jutka ott játszott a Kársibe. Úgyhogy ez egy szép emlék volt, tehát majdnem azt mondtam, hogy a Holtenger még élő volt, amikor mi megismertük egymást. Belekérdezek ebbe a labdarúgásba most a te emlékeidbe természetesen. Rangadó után lehet olyat mondani a legemlékezetesebb mérkőzésen, most a Ferencvárosról beszéljünk, jó? És a hát is a legkellemetlenebb, amin szerepeltél. Hát a Ferencváros ellen egyértelmű a 8-3-as mérkőzés, ahol a Lacika 5 gólt rúgott, Fazekas Laci. Ott minden sült? Ott minden. Ott minden. Pedig
nehezen indult, meg azt hiszem a fél idő talán még döntetlen volt, és a végén 8-3 lett. Hát ami keserű, az a 7-1, ott nagyon nem is játszottam végig, mert lekapott a mester nyilván. Hál' Istennek! Hát azért hál' Istennek, mert nem kellett tovább szenvedni, de nyilván a teljesítmény miatt vett le. Ott a mészői palit kellett volna fognom, aztán nem igazán sikerült, és ez egy keserű emlék. De volt még egy Fradi, elmondhatom talán, hogy az Üllői úton, a Népstadion éra után, az Üllői úton szerepeltünk, és a Fradi volt az első, mi meg olyan 5-6. Helyen álltunk, és nem sok eséllyel, és ott tudtunk győzni 3-0-ra. Tehát akkor játszott az Újpest először a Üllői úton az én időmben. Tehát akkor ezek az emlékek, ezeket nem lehet elfelejteni. Ezeket nem. Akkor most azt kérdezem tőle, Csala, hogy készültél a mostani rangadóra, a derbire? Hát őszinte leszek, éreztem, hogy kikap az Újpest, mert nagyon nagy tudásbeli különbség van a két csapat között, de reménykedtem, hogy rúgunk gólt, mint ahogy az elején 30 percig benne volt a levegőben, hogy esetleg vezetést szerzünk, a Fradi olyan. Hát az elején az első játszott. Két perc, emlékszel? Igen, igen. Dibuszka is hibázott egy aztán az a, hogy fejbe lőtt a saját játékosát, hát az be elég, is mehetett volna akár. Elég bőrleszk. Bőrleszk. Jellegű megmozdulás volt. De azért az első gól után feleségemmel néztük a mérkőzést, aztán mondtam neki, hogy mondom, szerintem még 2-0, 3-0 is lesz, úgyhogy nem nagyon reménykedtem én abban, hogy hát erősebb most jelen pillanatban Fradi. Jó, hát ezt el kell ismerni, hogy ott ilyen, hogy is fogalmazzak, ilyen hosszú kispad van nálunk, meg még a csapat sem olyan hosszú. Szóval ezt azért ez nem szabad emellett elmenni, és akkor most a rangadót lezártuk, mert kész, nincs mit beszélni róla. A derbi elment, én azt gondolom, hogy a mostani Újpestnek más feladata van, nem egy Ferencvárost kell megvernie effektíve. Váltás történt, sok év után új tulajdonos érkezhet, hát most már érkezik azért a csapathoz. Mit vártok ti, és most te is, vagy és a többiek is, mert gondolom beszélgettek Nagy Lacival és a többiekkel is mindenkivel, hogy na mit vártok, lesz végre, úgy de csúnya jó szó lesz ez, felemelkedés. Mert ugye egy Újpest, mint olyan, hát azért nehogy már kiesés ellen küzdjön, tehát ez szégyen, mondjuk ki. Hát a tradíciók ezt nem engedik, hogy az Újpest ilyen pozíciókban végezzen, meg a kiesés ellen harcoljon. Hát ez az év már rá fog menni erre a tulajdonos váltásra, én azt gondolom. Én nekem az a véleményem, hogy több magyar játékos kellene a fiatalok közül, nem tudom elképzelni, hogy az NB3-ból vagy az ifjúsági csapatból nem tudnak játékost, olyan szintű játékost szerepeltetni, mint akik játszanak jelenleg az első csapatban, külföldiek, és egy olyan vezetés. De nem az új stábnak a hibája. Nem. Hát de még nincs is új stáb. Még nincs is új stáb. Nekem örvendetes, hogy Géza lett az edző, aki magyar, mint tudjuk, és igen, örülök, ha magyar edzők szerepet kapnak. Illetve volt nálunk már két alkalommal is, nagyon jó helyekre vitte a csapatot, úgyhogy neki múltja van itt, és kötődése. Én annak örülnék, ha egy szakmai igazgatót találnának, aki, ha alkalom adódik rá, akkor új játékosokat szerződtessen, és a megfelelő posztokra. Tehát ez egy közös szakmai döntés kell, hogy legyen, hogy melyik posztokra kell hozni játékost, és milyen minőségi játékost. Talán az anyagi feltételek most ezt majd megengedik, hogyha az új szponzorok részt vesznek ebben. Az biztos, nem is tudom, hol olvastam nyilatkozatot, hogy ha ennyit tudnak ezek a játékosok, akik most szerepeltek, ha valóban csak ennyit tudnak, akkor nem alkalmasak a Újpestre meg az NB1-be. Ez nagyon kemény volt ez a fogalmazás, nem tudom, talán Nagy Laci fogalmazta meg, de megfogalmazhatta volna bárki más is. Igen, létezik az, hogy nincs magyar tehetség.
Hát én kiestem, már régen dolgoztam az utánpózlásban sokat. Azért, azért kérdezem, hogy az a válogatottnál ott voltál hosszú éveken igen, keresztül. Igen, 4 évet ott töltöttem, és rengeteg fiatal megfordult a kezem alatt. Nem tudom, most nem figyelem így a utánpótlás csapatoknak a meccseit, meg a edzéseit, meg a szereplését, de hát nem tudom elképzelni, hogy ne legyenek olyan fiatalok, akikkel nyilván nem egyből a mélyvízbe, de szép fokozatosan szerepet adni nekik. A mostani keret én szerintem gyenge, nem akarok senkit megbántani nem, nyilván, mert, hát persze. De hát az eredmények mutatják meg a mutatott játék is. A tabella ritkán hazudik. És már évek óta mindig vergődünk így a 8-10-11. Hely környékén, aztán a végére hajrára általában följebb szokott jönni a csapat, de most csak az lehet a cél, hogy ne essen ki a csapat, és nyáron, amikor lehet újra igazolni, akkor tudatos erősítésekkel felhozni a csapatot. Én picit belekapaszkodnék az utánpótlásba, ugye te hosszú-hosszú éveken keresztül foglalkoztál fiatalabbakkal, és a most az utóbbi időben van ez a nagyon csúnya szó, a scoutok. Miért nem van megfigyelő, nem jobb magyarul játékos megfigyelő? Nekem játékos megfigyelő. Hát egyértelmű, tehát miért kell ezeket a játékos megfigyelő? Most foglalkoztatják őket csapatoknál minden. Nem látják, hogy vannak magyar fiatal tehetségek? Hát én azt gondolom, hogy kell, hogy legyenek, mert azért más csapatokban szerepet kapnak, de itt van a Puskás Akadémia, ott is látom, hogy a jobb játékosokat most a Grubert elviszi a Fradi, és aztán mindjárt továbbadja. Tehát ők nem tudják szerepeltetni, de mégis elhozzák, mégis kölcsön adják. Majdnem akkor azt mondom, ahol 2-3 gólt rúg valaki 2-3 meccs alatt, azt elviszik, aztán továbbadják. Hát, gyengítik a másikat, másra nem tudok gondolni. Igen. Akkor van ez a barát gyerek a Debrecenből, már talán válogatottban is bemutatkozott, vagy kerettek biztos volt. Eljött ide a Fradiba, 2-szer játszott, és igazából nem tudják szerepeltetni, mert annyi... Nálunk meg senki se játszik. Hát nálunk volt... Ma érted? Újpesten nehéz, de most nem, tényleg ne bántsunk senkit. Ezt ahhoz kell mondani itt Újpesten, itt az Újpesti Televízió stúdiójában is, ezt az évet, ezt a szezont élje túl a csapat. Azt hiszem ez a... Túlélés, nincs más. Ugye túlélés. Szerinted azok a játékosok, akik megmaradhatnak, mindent le kell cserélni? Most beszélgetünk, mint két sport szerető ember. Minden? Tehát ugye van egy mondás, hogy nem biztos, hogy a madámot kell lecserélni, hogyha nem megy az üzlet. Szóval, ugye van egy ilyen, szépen fogalmaztam. Igen. Szóval, most itt van a Géza, aki ott van, akibe bíznak, azt gondolom, nem véletlenül tehették oda, mert én azt... Meg szereti a közönség. Meg a közönség is szereti, és meggyőződésem, hogy nem azért tették oda, hogy amikor majd a nagy változás jön, amikor teljes mértékben beszáll az új szponzor, hogy akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen viszontlátást. Hát ezt nem tudom elképzelni. Nem hiszem. Tehát egy madám van. Most már csak a... A fiúk kellene. A fiúk kellene. Köszönöm, hogy segítettél. Tehát nagy változásnak kell lenni? Én azt gondolom, hogy 7-8 friss játékosra szükség lenne minden csapat részbe, van ahol több is. Hát meglátjuk, hogy mi valósul meg ebből, de mindenképpen kell erősíteni, mert ez a keret most jelenleg nem alkalmas a jobb szereplésre véleményem szerint. Bár jól indultunk, és fönn voltunk ott a negyedik, hatodik hely környékén. Miért? Bocsánat, meg második is volt a Újpest. Na hát akkor meg pláne. Aztán jöttek a vereségek, és hamar vissza lehet esni. 9, azaz 9, készültem én is. Volt egy olyan széria, hogy a megszerezhető 93, ugye az 27 pontból 0 pontot szerzett. Igen, és utána volt egy döntetlen talán. Igen. Hát akkor jött Géza, és akkor őszintén nyert, és utána jó, hát most a Kecskemét és a Ferencváros, az, hogyha itt teszem azt a
nem is tudom, a Ancelotti az edző, akkor is az a két jobb csapat most. Hát nincs, teljesen mindegy kívül a kispadon. Azt mondtad, hogy Géza jó. Picit menjünk végig. Védj egy jó kapust. Kapusunk Banai van, de nem lenne baj, hogyha lenne még kettő. Banaival én elfogult vagyok, mert ő volt a edzőségemnek az utolsó fiatalja, aki bekerült az egybe, és igen, ott van tartósan, meg csapatkapitány is volt, nagyon szeretem, nagyon rendes rác, és jól is véd, de egy jó rivális azért neki is kellene. Én azt hiányolom, hogy a kijövetelek ilyen ötös környékén elszálló labdákra, hogy nehezebben mozdul, de vonalon nagyon jó, meg jól irányít, meg jól rúg. Úgyhogy, de hát azért kell egy csapatnak két jó kapus. Minimum két jó kapus. Igen. Van előle csobotunk, meg Zalaegerszegről elhoztuk, ugye a Tajtit. Igen, a Tajtit. Van egy Simon Krisztiánunk, aki talán még meghatározója lehet rövid idő ideig, ha becserélik. Igen, igen, igen. Aztán utána én nem nagyon tudok olyan játékost, aki miatt kimennék a meccsre. Igen, és nem csak azért, mert nem magyar, vagy teljesen mindegy. Tehát nincs olyan játékosunk, aki szerintem, aki miatt a nézők azért mennek, hogy őket lássák. Ezen kéne változtatni, én szerintem. Igen, a meghatározó embereket hozni, akik igen, fölépül a csapat, akik igen, viszik igen, a hátukon igen, a, igen, az Újpestet. Mert ugye most nem a ti csapatotokról beszélek, mert hát ott aztán innentől odáig és onnantól visszafelé bárki miatt kimentünk a mérkőzésekre. De a későbbi csapatok is, Weber Gyuriék csapata, tehát volt kiért kimenni a meccsre. Most... Igen, igen, nincs kiért kimenni a meccsre. Bízunk azért abba, hogy ősztől majd más lesz. Biztos. Biztos azért egy stabil anyagi háttér, egy új szemlélet azért lökhet a csapatnak, én azt gondolom. Azt mondtad, hogy a pároddal, feleségeddel voltál, néztétek a meccset helyszínen? Igen, igen, igen. Igen. Abszolút helyszínen. Igen, tehát persze. Még mindig megvan az, hogy legyen bármilyen a csapat, ti mentek. Hát az én öregek megyek. Már, nem a feleségetre gondolok az öreget, hanem az öreg játékosokra, idősbe. Mentek? Találkozunk ott. Én mindig itt itthoni mérkőzésen ott vagyok. Igen. Volt olyan időszak, amikor még nyaralás volt, meg becsúszik voltam, akkor nem tudtam menni. Orvosi papírt hoztál, igazolást, hogy... És soha nem megyek el, ha most 5-0 volt, akkor sem mentem el egy perccel a meccs előtt, vagy 5 perccel a meccs előtt. Én végignézem mindig, akármi az eredmény, akár hogy állunk. Én nem állok föl, és nem megyek el 2 perccel a vége előtt, hogy elérjem a 96-os buszt. Nem árulok el titkot, kedves nézők! Sarlós Andrist a mérkőzés után néhány perccel hívtam föl, hogy megbeszéljük ezt a randevút, ezt a beszélgetést, és annyit mondott, hogy ugye nem baj, hogyha ezt elmondom. Nyugodtan. Ez egy tördöfés volt ma. Tényleg így érezted? Hát olyan megalázó volt, mert annyira lejátszottak minket, főleg a második fél időben, hogy mikor bejött egy-két kulcsjátékos hozzájuk, a Marquinhos, meg a Bufani, akkor abba azért annyi, meg a Pesic is jó csere volt. Akkor nagyon nagy fölénybe kerültek, és annyira szétesett a hátsó alakzatunk, hogy hát így besétálgattak nyílegyenesen a kapuhoz kétszer is, vagy háromszor. Brunfoci volt aztán, igen. Igen. Ott szóval ez olyan fájó ezt látni. Szerintem azt a másik, azt a bepasszolós gólt, hogyha te passzoltál volna nekem, azt én is berúgom már. Ez a grundon. Azt is el lehet rontani. De tudod, hogy én jól focizom, én berúgtam volna. Na jó. És gondolom, hogy berúgnám, de vannak olyan helyzetek, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy mit ki lehet hagyni, meg el lehet hibázni. Foglaljuk össze két mondatba, add is, és rád bízom. Mit vársz a csapattól? Röviden, mit vársz az Újpesttől most? Rövid
távon, és majd egy kicsit hosszabb távon? Hát rövid távon azt várom, sőt biztos vagyok benne, hogy benn marad a csapat, sőt még talán följebb is lép egy-két helyjel, fog győzelmeket hozni, nyilván vereség is lesz még, át kell vészelni ezt a tavaszt, és hogyha megerősödünk nyáron, meg új támogató, új szakmai vezetés lesz, nem a Gézára gondolok, mert ő nyilván az ő iránymutatása alapján kell, hogy megtörténjenek ezek a dolgok, akkor azért az első 3-4-be ott kell lenni a csapatnak, és ott is lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így kimondtad, és bízunk benne, sőt, reméljük azt, hogy lesz miért mérkőzésre járni majd ősztől, és addig pedig, akik kijárnak, a szurkolók, azok pedig úgyis belehajtják a csapatot majd, hogy legalább jövőre is az első osztályban legyen az Újpest. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázzatok magatokra, régi barátaimnak üdvözlet, és hát természetesen hajrá Újpest! Hajrá Újpest, köszönöm szépen a meghívást! Kedves nézők, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport, remélem jól szórakoztak, kérem vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!